Szóval az előadásomban én szeretném önöknek egy kicsit ezt a portugál szálat kicsit egy más megvilágításba helyezni, amit lehet, hogy önök még soha nem hallottak korábban, legalábbis reményem szerint egy kicsivel gazdagodnak a portugál kultúrát, történeti viszonyokat illetően az előadás végére. Ahogy látják ezt a térképet, ami nagyon-nagyon különlegessé teszi Portugáliát, az az, hogy tulajdonképpen kettő darab szomszédja van. Van egyszer egy szárazföldi szomszédja, ami Spanyolország, és a másik szomszédja, ami az előadásomban is kirajzolódik, hogy az ország történetének, kultúrájának szempontjából rendkívül meghatározó, az az Atlanti-óceán. Alapvetően egy kis országról van szó, ami nagyjából megegyezik Magyarország területével, szóval 92 ezer négyzetkilométer, a népessége nagyjából 10,5 millió fő, ugye magyarországi a legújabb KSH adatok szerint 9,5 millió fő. Szóval azt mondhatnánk, hogy nagyon-nagyon hasonlít Magyarországhoz, de tulajdonképpen mégsem, nem azért, mert hogy náluk bevezették az eurót, illetve a mi parlamentáris rendszerünkkel ellentétben félelnöki köztársaságban, hanem egészen más dolgok miatt, ami leginkább ebbe a történelmi múltban, illetve a földrajzi elhelyezkedésben keresendő. És akkor egy kicsit itt megmutatnám önöknek, hogy az Ibériai félszigetnek a geopolitikáját, és hogy miért fontos ez. Tulajdonképpen, hogyha a Portugáliáról beszélünk, akkor soha nem szabad elfeledkezni ugye a szomszédos Spanyolországról, akikkel évszázadok során egy ilyen kutyamacska viszony alakult ki, hiszen ugye az egyetlen szárazföldi erő, politikai, hatalmi erő, ami folyamatosan veszélyeztette ezt a kicsi birodalmat, az Spanyolország volt. Viszont ők nagyon sok esetben össze is szövetkeztek, és itt rögtön a legelső dátumunk nekünk ez a Reconquista, ugye alapvetően az Ibériai félszigetet ezt a móroktól hódították vissza közösen 711 és 1492 között, amikor is sikerült az utolsó mór királyokat, illetve helytartókat kiűzni a félszigetről. Igen ám, de nem tudom, önök közül járta valaki mondjuk Andalúziában, vagy akár Portugáliában, szóval, hogy csak a nevekre gondolnak, hogy például Alhambra Granadában ez a fantasztikus erődítményrendszer, vagy pedig különböző szavak, akár Lisszabonban is, Alcántara például az egyik szomszédságnak a neve, megőrizték például a nyelvükben ezeket az arab gyökereket, szóval minden olyan szó a Mediterrániumban, ami allal kezdődik, az tulajdonképpen a móroktól ered. Illetve, ami még itt nagyon fontos lesz nekünk a portugál történelemben, illetve később, hogyha a portugál felfedezőkre gondolunk, az pedig az, hogy igen, ők kiűzték a mórokat ezekről vagy erről a vidékről, viszont ami még fontosabb, hogy ami nagyon sok dolgot megtartottak, amit tőlük örököltünk, ami később segítette őket a hajózásban. Ilyenek voltak a különböző térképek, a különböző hajózási újítások, technikai eszközök, vagy akár különös típusú hajók, amiket a portugálok a felfedezéseiknél használtak. Aztán, amikor stabilizálták ugye az ő területeiket, Spanyolország, illetve Portugália, utána tulajdonképpen az Alcobaça-i szerződés az egymás gyarmatainak kölcsönös elismeréséről szól, és ami a következő pont, valószínűleg Columbus Kristóf nevét ismerik, illetve hozzászoktuk kötni Amerikának a felfedezését, a Tordesillas-i szerződés vagy egyezmény, ami azért is fontos, hiszen ez volt tulajdonképpen a világnak az első felosztása, hogyha önök előtt van, majd mindjárt jön egy térkép, Dél-Amerika, akkor ez magyarázza azt, hogy miért történhetett ez úgy, hogy Brazília, Dél-Amerikában az egyetlen olyan ország, ahol portugálul beszélnek, az összes többi országban viszont spanyolul. Ez a viszály a spanyolok, illetve a portugálok között tulajdonképpen tetőzött, amikor kihalt a portugál öröklési ág, és kénytelen voltak a spanyolokkal egy personál uniót kötni, de hát a portugálok szemszögéből hál' Istennek ez nem tartott sokáig, hiszen a 1660-as évekre újra
függetlenek voltak, és ami a következő nagy, vagy közös pontunk, az a közös védekezésük volt ugye a napóleoni háborúk véget, hiszen ugye az úgynevezett félszigeti háborúk. Érdekesség, hogy napóleoni háborúk miatt a portugál király például Rio de Janeiro-ba menekült, és ennek folyamán, amikor visszajött, a fia ott maradt, és ennek folyamán kikiáltották Brazília függetlenségét. És igen, itt a következő évszám az 1810 és 1825-ös évszám, ami pedig a latin-amerikai gyarmatok függetlenedését jelenti, tehát mind a spanyol ajkú, mind a portugál ajkú gyarmat Brazília ebben az időszakban kapták meg a függetlenségüket. Illetve a 20. század során is vannak itt nagy egyezések, ez a mind a kettő országban ugye egy jobboldali diktatúra alakult ki, a Franco volt a vezetője a spanyol rendszernek, és Salazar volt a vezetője a Estado Novo-nak, az új államnak Portugáliában, egészen 1974-ig, illetve ami még közös pont a két országban az, hogy ugyanabban az évben ugyanakkor csatlakoztak az európai közösséghez. És ha megyünk tovább, akkor ezt a térképet nem tudom, remélem jól látható. Ez tulajdonképpen azt mutatja meg nekünk, hogy mekkora is volt ez a portugál gyarmatbirodalom. Ahogy látják, itt van az anyaország, ez a Pirinyó Portugália, és tulajdonképpen három nagy kontinens, illetve négy kontinenset kapcsolt össze. Ugye egyrészt voltak a dél-amerikai területek, voltak az afrikai területek, ahogy itt látják, és Afrikából a Vasco da Gama, illetve a különböző felfedezők munkája során eljutottak ugye az ázsiai területekre, és tulajdonképpen ezek a területek jelentették 1415 és 1999 között azt a gyarmatbirodalmat, ami miatt nevezhetjük Portugáliát, az első, vagy a portugál birodalmat az első globalizált, vagy globális gyarmatbirodalomnak, hiszen ami fontos, hogy ezekről a területekről, ugye ők nem csak meghódították, hanem a különböző javakat behajóztatták az anyaországba, Portugáliába, és itt feldolgozták ezeket, majd ezeket a javakat újra terítették a különböző gyarmatokra. Szóval nem véletlen az, hogy az évszázadok során, amikor ez a portugál birodalom már veszett így a fényéből, már nem az ő aranykora volt, mégis a vezetőjű, az akkori vezető foggal körömmel próbált ragaszkodni ehhez a gyarmatokhoz. És hogyha innen, itt megnézik például ezt a térképet, Japánig is például eljutottak, vagy akár Kelet-Timorig. Ami érdekesség, hogy biztos önök is hallottak arról, hogy azt mondjuk, hogy borsos árat fizetünk valamiért. Azt tudjuk, hogy ugye a középkor táján a bors volt, a só és a bors volt az egyik legdrágább fűszer. Teljesen más fűszereket használtak a mindennapi konyhába. És például a portugál birodalom a fűszereken gazdagodott meg, a borson, hiszen az addig elsősorban itáliai városok, mint Genova például, vagy Verona, ők terítették, de a portugáloknak a kereskedelmi útjaik során sikerült egy más típusú kereskedelmi utat kiépíteni, ami azt jelentette, hogy egy szélesebb kör, sokkal nagyobb mennyiséget tudtak behozni Európába, picit rossz volt állítólag, rosszabb volt a minősége, de hogy szélesebb körben tudták ezt teríteni, szóval tulajdonképpen az ő gazdagságuk innen eredezthethető, illetve aki járt Portugáliába, azt tudja, hogy a fahéj az körülbelül ilyen nemzeti eledelnek számít, de hát azt tudjuk, hogy az is Ázsiából jön, és ennek is az 1500-as években a kereskedelem innen a ceylon-i területek való kereskedelem adta meg az alapját például a fahéjnak. Illetve a mai napig is például, hogyha Portugáliában járunk, akkor lehet, hogy meghökkentően halt az, hogy egy euró nagyjából egy presszó kávé, szóval olyan 300 és 400 forint között mozog egy nagyon finom presszó kávé. Ez presztízs,
hogy például a kávénak nem lehet magas az ára, hiszen ez a kávé mind ugye a volt gyarmatokhoz kötődik. No de, amit még érdekesség számunkra, hogy említettem, hogy ugye kettő darab szomszédja van Portugáliának, a Spanyolország, illetve az óceán, és itt ami a legfontosabb, hogy ezeket a külső felfedezéseket, tulajdonképpen ezeket a vízi felfedezéseket, az óceán való nagy földrajzi felfedezéseket, azt tehette tulajdonképpen lehetővé, hogy ezek a portugál-spanyol határ az 1297 óta változatlan tulajdonképpen. Tehát amit láthatunk, hogy Portugália onnantól kezdve nem kellett befelé, tehát nem kellett megvédeniük a szárazföldi határaikat, hanem tudtak a felfedezésekre koncentrálni. És ami itt még nagyon fontos, hogy tulajdonképpen a szárazföldi határokat, illetve az egyéb státuszkókat, ez az Angliával való örökös szövetség, a spanyolok elleni örökös szövetség adta, és például a portói bor, ha hiszik, hanem ennek is az eredete az tulajdonképpen ebből a szövetségből, illetve a későbbi borgyapjú egyezményből származik, hiszen az angolok nagyon szerették a portugál borokat, de amikor áthajóztak Angliába, akkor volt, hogy megromlott a bor, és nem tudták, hogy mit évők legyenek, úgyhogy ők úgy döntöttek, hogy konyakot öntenek bele, és ezért van az, hogy amit azt gondoljuk, hogy portói bor, ez egy magas alkoholtartalmú, egy 17-18% alkoholtartalmú beszelt borról van szó, hiszen más teljesen az előállítása, mint egy hagyományos bornak. Itt ugye megint rámutatnék ez erre a négy kontinenst átfogó gyarmati rendszerre. Itt az első, ugye a 1415-ös dátum a Ceuta elfoglalása, majd a 1999, illetve 2002, ez tulajdonképpen az a két évszám, amikor egyrészt Makaót visszaadták Kínának, illetve Kelet-Timor függetlenségét megkapta. Ami lényeges még, ahogy az előző kettővel előbbi ábrán mutattam, hogy az 1800-as években, amikor voltak ezek a nagy függetlenedési dolgok Dél-Amerikában, illetve törekvések, bocsánat, ezt a szót kerestem, Dél-Amerikában. Ugye Brazília, ez volt tulajdonképpen a portugál gyarmatnak az égköve, vagy a birodalom égköve, ő is függetlenné vált. És ezután beszélhetünk arról az időszakról, leginkább a 20. században, amikor fogakörömmel próbált a Portugália ragaszkodni a még megmaradt gyarmataihoz, ami a legnagyobb gyarmatok ugye Afrikában voltak, de hogy volt egy pár kereskedelmi területe Indiában, például Damandiun és Goán. És tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy az első világháború után, egyébként a második világháborúban semleges volt Portugália, nem tudom, tudták-e, de hogy például a Horthy kormányzó Lisszabontól nyugatra Estorilban halt meg, és 1992-ig a lisszaboni katonai temetőben volt ez ő sírja. Szóval ez azért is volt lehetséges, hiszen a második világháború alatt ugye semleges volt Portugália, és nagyon-nagyon sokan oda menekültek a háborús területekről, királyok vagy kormányzók. Szóval a 30-as évektől kialakult egy úgynevezett Estado Novo, ez egy új államot jelentett, ami egy jobboldali diktatúra volt, hasonló a Franco-nak a rendszeréhez. Itt Salazar volt a vezető, aki 1968-ban egyébként agyvérzést kapott, és onnantól kezdve Marcelo Caetano vette át az ő vezetői szerepét. Ez tulajdonképpen egy keresztény alapokon nyugvó diktatúrát jelentett, és ezért is lehetséges az, hogy történelmileg, hogyha Magyarországot, illetve portugál kapcsolatokat nézzük át, akkor nem volt sok közös a rendszerváltás előttig, nagyon-nagyon keveset lehetett, vagy kevés könyv jelent meg megbízható információval Portugáliáról, hiszen ott egy jobboldali rezsim volt, nálunk pedig egy baloldali
rezsim volt. Itt, ami még lényeges, ugye a szalazári diktatúrában, hogy elkezdték a 30-as évektől a gyarmatokat átnevezni, illetve a státuszukat így folyamatosan változtatták, hogy milyen viszonyban vannak, jogilag milyen viszonyban van az anyaország és a gyarmatai. A gyarmati okmány szerint, 1930-as gyarmati okmányok szerint ezek a gyarmatok elválaszthatatlanok voltak az anyaországtól, aztán később ezeket tengeren túli területekké nyilvánították, majd 1951-ben kikerült a gyarmat és a birodalom szó ebből az alkotmányból, és a tengeren túli területek megnevezése később államok lett. Hogyha belegondolunk így a történelembe, a hidegháborúban, 1961-től ezek a területek is megpróbálták különböző területek, majd mindjárt mutatom a következő ábrán, hogy melyik területek, afrikai területek a saját függetlenségüket kivívni, és ez egy nagyon-nagyon hosszú és nagyon-nagyon fárasztó háborút jelentett Portugália számára. 1961 és 1974 között a GDP-nek egy nagyon nagy százalékát adta ez a gyarmati háború, illetve ami még fontosabb, hogy az akkori fiatal portugálok férfiak közül nem volt olyan gyakorlatilag, aki ne kapott volna behívót ide a gyarmati háborúkba, és nagyon-nagyon sokuk, hát ez már ilyen, ugye idősebb generációknál még mindig például szenvednek a posztraumás stressz szindrómától, ami így a háború alatt érte őket. Erről mindjárt folytatom az erről való szót, és itt még, ami nagyon-nagyon lényeges, hogy 1974-ben történt egy szekvős forradalom, és ugye ez jelentette tulajdonképpen a gyarmatbirodalom széthullását, egyrészt a gyarmatok függetlenségét, illetve a Portugáliában a diktatúra végét, és tulajdonképpen innentől beszélhetünk újra egy szabad demokratikus rendszerről. És amit itt meg fölírtam önöknek, ez a CPLP-nek a rendszere, ez tulajdonképpen egy olyan szövetséget jelent a mai napig a portugálul beszélhető területek között, amilyen típusú szövetség a világon egyedülálló, hasonló kezdeményezés, hasonló szövetség nincsen a világon. Amit még itt ugye lehet tudni, beszéltem a második köztársaságról, ő volt António de Oliveira Salazar, ez egyébként Coimbrai professzor volt. Coimbra az a tulajdonképpen a Pécsi Tudományegyetemhez hasonló történelemmel rendelkező város, illetve egy nagyon, itt van Portugália legrégebbi egyeteme, és innen származott, és neki, tehát az ő nevéhez tartozik ez a nemzeti keresztény diktatúra, és ő volt az, aki azt mondta, hogy próbálta ezt a birodalmi szellemet újra felépíteni, ahogy itt ez a szlogan is mondja, Portugal não é um país pequeno, hogy Portugália nem egy kis ország, hogyha megnézzük a gyarmatait, Mozambikot vagy Angolát, ide tesszük a térképre, akkor látjuk, hogy ez mekkora, a gyarmatokkal együtt mekkora hatalmas országot jelentett. És ahogy már említettem, 1961-től 61 és 74 között zajlott az úgynevezett gyarmati háború, és akkor most visszakanyarodnék ide. Tulajdonképpen már így a 70-es, a 1968-ban Salazar egészségi állapota megromlott, és Marcelo Caetano vette át az ő szerepét, és tulajdonképpen a 70-es évektől kezdve már lehetett látni, hogy ezt a háborút Portugália nem fogja megnyerni, nem nyerheti meg, hiába foggal körömmel ragaszkodnak ezekhez a gyarmatokhoz. És akkor történt az, hogy a kapitányok, akik ezekben a gyarmati háborúkban szolgáltak a különböző területeken, ők egy puccsot szerveztek, amit szekvős forradalomnak hívunk, és tulajdonképpen ez egy vér nélküli forradalom volt. Ezt a puccsot ezt úgy hajtották végre, hogy a különböző a szervezkedések után a különböző harckocsik kocsikkal Lisszabon külvárosába várták a jelet,
És a jelet a rádió adta, egy akkori betiltott dal volt egyébként a jel arra, hogy megindulhatnak a rádió épülete felé. Ezt a Zeca Afonso nevű ember énekelte, és az a cím, hogy Grandola Villa Morena, szóval a mai napig is, hogyha ez a dal felcsendül Portugáliában, ez tulajdonképpen egyet jelent a szabadsággal. És ezek a harckocsik elkezdtek beindulni a belváros felé, történtek itt puskaropogások, de hogy tulajdonképpen az egy szimbolikus erő dolog volt, amikor ezt a, amikor a piros szegfüket egy kislány elkezdte a katonák puskacsövébe beletűzdelni, és ugye innentől számítjuk ezt a szabad rendszert, ugye egy jobboldali diktatúrából ment át egy tulajdonképpen egy szocialista ország lett, és a mai napig is ez meghatározója a portugál politikának, hogy ő mindig a szélső jobbtól elhatárolódik, illetve mindig egy baloldali értékeket valló politikai kultúráról beszélhetünk. És ami még érdekesség, ugye 1974. április 25-e után, most volt egyébként az 50 éves évfordulója ennek a forradalomnak, egyrészt, hogy ezek az országok kapták meg ugye a függetlenségüket, a Cabo Verde, a Zöldfoki szigetek, a São Tomé és Príncipe szigetek, Guinea-Bissau, Angola, illetve Mozambik, nem tudom, tudták-e, de például São Tomé és Príncipe szigetek a középkorban egy nagyon fontos állomása volt a rabszolgakereskedelemnek, innen indultak a rabszolgákat szállító hajók be Brazíliába. Szóval, hogy ezek a területek kapták meg a függetlenségüket, de ami talán még érdekesebb, ebben a történetben az az úgynevezett retornádos, a visszatérőknek a státusza, és hogy kik ezek a visszatérők. Ha belegondolunk abba, hogy egy kultúra, vagy egy politikai hatalom hogyan képes megőrizni távol lévő területeken is a hatalmát, az ugye az, hogy lojális embereket ültet a vezető pozíciókba, és nem volt ez más, hogy a portugál birodalomban, tehát ezeken a volt gyarmati területeken minden vezető tisztséget betöltő ember, orvosok, vagy tanárok, vagy bármilyen vezetők, igazgatók, vállalatigazgatók, ők tulajdonképpen a rendszerhez, szóval portugálok voltak, hiszen ők elvileg a rendszerhez hűek. Igen ám, de ugye távol ettől az elnyomó szalazári diktatúrától, ami nagyon konzerválta az embereket, illetve az értékeiket, például nem lehetett, vagy nem lehet, feketében jártak az emberek, nem lehetett, nem tudom, csókolózni szabadon a parkokban, vagy például Coca-Colát inni. Ezek az emberek, illetve ezek a portugálok, akik a volt gyarmatterületeken szolgáltak, ők egyfajta szabadságot élveztek, ami azt jelenti, hogy színes ruhákba jártak, tulajdonképpen azt csináltak, amit akartak, akkor ittak Coca-Colát, amikor akartak, hiszen a Salazarnak a rendszerének a keze nem érte hozzájuk. Viszont amikor kikiáltották ugye Portugália függetlenségét, ők már nagyon-nagyon érezték, hogy szorul a hurok a nyakukon, és hogy minél előbb el kell menekülniük, hiszen ha belegondolunk, ugye mi történt itt a függetlenségek kikiáltása után, az történt, hogy mindenhol a polgárháborúk kezdtek el dúlni, a különböző politikai hatalmak próbálták adott ország politikai hatalmai megszerezni a vezető szerepet, és nyilván nagyon-nagyon mérgesek voltak a úgynevezett telepesekre. Úgyhogy egy nagyon érdekes mentőakció során egy év leforgása alatt a 6-7 milliós Portugáliában tulajdonképpen 1 millió ember telepítettek át a volt gyarmat területekről, itt vannak a számok, hogy honnan, ami ugye teljesen egy ilyen nagyon-nagyon fura helyzetet teremtett, hiszen egyrészt ők egy forradalmi légkörbe kerültek bele, másrészt pedig ez a forradalmi légkör, tehát nem tudták őket hogyan kezelni, hiszen ők a menekülők, vagy ők, akik leigázták ott az őslakosokat, szóval
Volt egy ilyen belső diskurzus, nem igazán tudott a portugál társadalom velük mondjuk mit kezdeni, de kénytelenek voltak megoldani, ugye elsősorban az ő lakhatási problémáikat, nagyon-nagyon sok emberről beszélünk ugye rövid idő alatt, és ekkor elkezdtek írt lakókocsikat kialakítani az átmeneti szállásokra, vagy különböző irodai épületeket, hogy őket el tudják valahol legyen szállás a fejük fölött. Szóval egy nagyon gyors és hatékony intézkedésekről beszélhetünk ebben a krízis helyzetben. És ami még érdekesség, hogy itt nemzetközi, ugye egy új demokratikus országá alakult, vagy jött létre tulajdonképpen 74 után, nagyon nagy nemzetközi hitelek érkeztek, annak érdekében, hogy ezek a visszatérők, bevándorlók, retornádosok, szóval, hogy ők újra talpra álljanak. És ők ugye egyrésztről nem csak színesebben öltözködtek, mint a portugálok általában, hanem egy teljesen más típusú kultúrát hoztak magukkal, egy más típusú vállalkozó szellemet, úgyhogy rövid idő leforgása alatt rengeteg vállalkozás indult, boltokat indítottak be, ami tulajdonképpen egy nagyon-nagyon prosperáló időszakot jelent Portugália társadalmában, és a történészek, szociológusok az utóbbi pár azt mondják, hogy tulajdonképpen ez a nagy megújulás, ez a nagy társadalmi megújulás járult ahhoz hozzá, hogy Portugália most az az ország, ami, hiszen enélkül, ezenélkül a skillek vagy készségek nélkül nem lennének ilyen jó helyzetben. Egyik utolsó szlájdom van, vagy csak arra szeretnék még rávilágítani, hogy ez a birodalmi gondolkodás, illetve az, hogy őket nem csak egy nyelv, a portugál nyelv, amit egyébként több mint 300 millióan beszélnek a Földön, a 10 leginkább beszélt nyelvek között tartozik. Tehát nem csak ezt tartja össze, hanem van egy nagyon-nagyon szoros kulturális kötelék is, és ezt azért raktam be érdekességnek, mert van egy nemzeti kincsük, ezt úgy hívják, hogy Casa da Portuguesa, ez a portugál hát járda, hívjuk így, ez tulajdonképpen a 19. században kezdett el kialakulni, hogy a macskaköveket hogyan díszítik. Ez az első, fönti két kép, ez Lisszabonban készült, viszont ha hiszik, ha nem, ez a hullámvonalás, ez Rio de Janeiro-nak a szimbóluma, ez a középső, ez São Paulo-nak a szimbóluma, és ez a szélső pedig Macau-ban van. Szóval, hogy ránézésre azt mondanák, hogy ez ugyanaz, de mégis más földrajzi helyszíneket, kulturális helyszíneket jelent számunkra, de mégis nagyon-nagyon sok az a réteg, ami összeköti a volt anyaországgal. És akkor még csak egy kicsit egy új típusú, nagyjából 2008 óta, hogyha valaki elutazik mostanában Portugáliába, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ilyen alkotással találkozik, ami a ugye street art alkotások, és ezeket 2008 óta kezdték el állami megrendelések, önkormányzati megrendelések által így felkarolni. És ami nagyon fontos például, hogy ők az emlékezésnek ezt a formáját nagyon-nagyon szívesen használják, hiszen ez mindenki számára elérhető, sétálunk az utcán, és látjuk azt, ami körülöttünk történik, vagy körülöttünk van. Ezen az első képen ez a szexuális forradalom 40. évfordulójára született. Ő az egyik kapitány, akinek az arca, hogyha meglátják, akkor ez egybefort tulajdonképpen a szexuális forradalommal. Tehát rá emlékeznek. Ez a középső kép, ez a Z.K. Fonzót ábrázolja, ő az az énekes, akinek a dalára megindultak a harci tankok a szexuális forradalom idején, vagy aznap hajnalban a lisszaboni rádió épületéhez, és aki ezt az alkotást készített, ő egy Wills nevű művész, aki azért is híres, mert egy új típusú technikát alkalmaz, ő nem fest, hanem
tulajdonképpen visszabont elemeket. Tehát ez egy fordított graffiti, hogyha úgy vesszük, és az ő az egyik legfontosabb művészeti exportcikk most Portugáliában. Tulajdonképpen a volt gyarmatokon nincs olyan helyszín, ahol ő ne készített volna képet. Ez a harmadik kép szintén ugye a kelet-timori harcokra emlékezik, és az ottani hősöknek állít emléket, illetve ő ez a Amílcar Cabral, ő egy politikai vezető volt, akinek nagyon-nagyon fontos szerepe volt az afrikai volt gyarmatok függetlenedésében, illetve hogyha még ilyen visszanyúlunk teljesen a Moore időkhöz, ahogy kezdtem az előadásomat, a csempe művészet, ugye az eleve Dél-Spanyolország, illetve Portugáliának is a sajátjét Európán belül, és erre reflektál egy Ed Fuel nevű művész, aki ezeket átgondolva, ezek nem csempik, hanem ezek tulajdonképpen fölfestett, vagy fölfújt stencilek a falakra, és ő ebben látja, ebben szeretné ezt a portugál örökséget tovább vinni. Úgyhogy én ennyivel készültem a mai előadásra, hogyha van kérdésük, akkor várom a Klárinak a hívását, és köszönöm szépen a figyelmüket.